A fekvőtámasznak is vannak könnyített verziói, megmutatom nektek, hogy ezt hogyan kell végezni, milyen a kar, milyen a törzs és milyen a lábnak az állása. A fekvőtámasz folyamán a karunk körülbelül a vállunknál 20 cm-vel szélesebben van, és nagy ötös nyitunk ki a tenyerünkkel, és egy picikét befelé fordítjuk. A fekvőtámasz folyamán a karunkat úgy helyezzük a talajra, hogy körülbelül 20 cm-vel vállunknál szélesebben helyezzük le a talajra, és egy picikét befelé fordítjuk, nagy ötöst mutatva. A lábunk nagy terpezben van, ha lehetséges, még nagyobb terpezben, mint amilyen szélesen a karunk a talajon elhelyezkedik, és amire még figyelni kell, hogy a láb ujjunkkal érintjük a talajt, és nincs elfeküdve a talajon a lábfejünk, mint a fókáknak. Mindemellett pedig figyeljünk a törzsnek, a gerincnek a helyes tartására, fekvőtámasz folyamán feszítsük meg a hasizmot és a méhátizmot, ezáltal a medencénk hátrafelé billen, és a gerincünk, a törzsünk kiegyenesedik. Ez nagyon fontos, hogy ne fájjon a derekunk, illetve aktívan dolgozzon a has és a méhátizmunk a fekvőtámasz folyamán.